Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Nehezen indult el az érdemi munka, az ÉSZ frakció hátráltatta az év utolsó közgyűlését. Pályaorientációs kalandőrület, Tolna és Baranya megyéből is neveztek diákcsapatok. Díjazták a sportolókat Bonyhádon, 16 egyéni versenyző és 6 csapat kapott elismerést. Aktív jótékonykodás, nevezési díjként adományt kértek a futóktól Tamásiban. Meg kellett szakítani a közgyűlés Szekszárdon, mert az ÉSZ frakció tagjai nemmel szavaztak egy halaszthatatlan előterjesztésre. Rövid folyosói egyeztetést követően aztán újra voksoltak, és akkor az ÉSZ képviselői olyan témákra is igent nyomtak, amit korábban elutasítottak. Az év utolsó testületi ülése közel 4 órán át tartott. 26 napirendi pontot tárgyalt csütörtökön a szekszárdi közgyűlés. A közel 3,5 órán át tartó ülés első egyharmadában nem jutottak túl a képviselők az első napirenden. A közgyűlés elég nehezen indult, de az első döntésű a közgyűlésen egy olyan döntés született, amiben elutasították az előterjesztést, és ez az előterjesztés tette volna lehetővé azt, hogy a két civil szervezet, vagy két civil bizottság, a KCV és az Oksi által megszabott alapítványi támogatásokat egyáltalán ki lehessen osztani. Erre kellett egy rendeletet módosítani, ezt az alapkövetelményt ezt elutasították, aztán amikor ezzel szembesültek, akkor korrigálni kényszerültek a döntésen. Ezen kívül egy háziorvosi című változás átvezetését sem szavazta meg az ÉSZ frakció első körben, ami azért lett volna aggályos, mert így hivatalosan a rendelőnek vissza kellett volna költöznie az építkezés alatt álló épületbe. A közművelődési rendelet felülvizsgálatát a német önkormányzat végezte el, és javaslatokat tett a módosításra, de ezt is elutasították a baloldali képviselők. A vége az lett végül is, hogy amikor ezzel így szembesült a közülés, akkor azt követően ezt a döntését korrigálta, és így végül is a díjakat, a támogatásokat, és természetesen volt még egy kitüntető díj is, ami támogatással jár, ezt is helyre tudtuk rakni, és akkor elindult az érdemi munka. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője, politikai zavarkeltésnek nevezte azt, amit az ÉSZ művelt a közgyűlés első egy órájában. A közgyűlést meg kellett szakítanunk. Folyamatosan a polgármester jelenlétét követelték, és igaziból nem a város érdekében történt a közgyűlési hozzászólás, hanem egy politikai zavarkeltés történt. Én nagyon bízom benne, hogy nem folytatódik, és végül is sikerült megállapodnunk, úgyhogy a szünetben. A megállapodás után néhány napirendi döntést elhalasztottak januárra, a többit pedig szinte egyhangulag, illetve néhány tartózkodással elfogadták a képviselők. Kigyulladt egy 100 négyzetméteres családi ház egyik szobája szerda délelőtt Kisvejkén a Rákóczi utcában, közölte a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tűzoltók kiérkezésekor sűrű füst áradt ki a házból, ugyanis egy 20 négyzetméteres szoba égett. A lánglovagok oltás közben egy embert találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. A közleményben kitérnek arra is, hogy a szobában egy fatüzelésű kályha volt, így nem kizárt, hogy a tüzet egy kipattanó szikra okozta, azonban a pontos keletkezési okot még vizsgálják. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, hogy a hasonló esetek megelőzése érdekében javasolt füstérzékelőt használni. A statisztikák szerint nem csak haláleset nem következett be, hanem füstmérgezést sem szenvedett senki azokban a lakásokban, házakban, ahol volt ilyen érzékelő. A kormány nem hosszabbítja meg a fizetési moratórium évvégével lejáró hatáját, jelentette be közleményében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. A moratóriumban lévők száma ugyanis jelentősen lecsökkent. Az egyre nagyobb számban kilépő ügyfelek miatt 2022. augusztusra már csak a vállalati hitelek mindössze 1%-a, a lakossági hiteleknek pedig csak 3%-a vett részt a célzott fizetési moratóriumban, és azóta ez tovább csökkent. Nagy Márton ismertette, döntése során a kormány mérlegelte, hogy a kamatstop, mely 350 ezer családot és 60 ezer vállalkozást érint, már megfelelő védelemmel szolgál, így a fizetési moratórium fenntartása nem indokolt.
7 általános iskolás diákcsapat vett részt az idei pályaorientációs kalandőrületen. A harmadik éve nagy sikerrel futó versenyre ezúttal is Tolna és Baranya megyéből érkeztek nevezések. A 10 órás megmérettetés eredményhirdetése pénteken lesz. Pontban reggel 8 órakor az interneten kapták meg az első feladatot a pályaorientációs kalandőrületben résztvevő 8-os diákcsapatok. Ez hirtelen kipattant. Leül a csapat, és akkor egyszer csak jön egy ötlet, hogy akkor most e köré szervezzük a feladatokat. 2 éve ugye a Bob és Bobek, a két balkezesek adták a kerettörténetet, tavaly a Pál utcai fiúk, idén meg még meglepetés, mert az az első kalandok között lesz, hogy ki kell találni, hogy mi a kerettörténet. A gyerekeknek végül a Megkelek című meseköré épített küldetéseket kellett teljesíteniük a nap során. A szervezők minden évben arra törekednek, hogy a fiatalok a szakmák világába is betekintést nyerjenek a sok kreativitást igénylő feladatok megoldása során. Így idén például az asztalos mesterség mintájára kincses ládát is kellett készíteni kartonpapírból. Izgalmas, és majd később majd fárasztó is lesz majd, de ilyen, ha keményen dolgozik egy csapat szerintem. Nekem tetszik. A versenyzők közül többen is azt mondták, hogy a 8. osztály befejezése után szakmát akarnak majd tanulni, ami részben a pályaorientációs kalandőrület során szerzett ismereteknek köszönhető. Én szexárra szeretnék menni az Adiba, kozmetikusnak. Igazából a családban még senki se tevékenykedik ebbe. Hát igazából ez az egész úgy jött, hogy én már kiskorom óta szeretek így ezzel foglalkozni, sminkelgetni, és így ebbe szeretnék majd évben munkálkodni. A pályaorientációs kalandőrületet 3 éve szervezte meg először a Tolna megyei térségfejlesztési non-profit Kft. A cég ügyvezetője azt mondja, ez az egyik legsikeresebb programjuk azok közül, amik azt támogatják, hogy minél több jó szakember legyen Tolna megyében. Pedagógusok, nevelők, tanárok visszajelzik, nagyon lelkesen csinálják. Ez természetesen minket is inspirált, és ezért vágtunk bele, hogy csináljuk tovább. Ugyanakkor nyilván nem a mi munkánknak az eredménye csak, tehát mi egy pici részt teszünk hozzá mindazokhoz, akik ezzel foglalkoznak és próbálják segíteni a fiatalok pályaválasztását a szakképzés irányába. Tolna megyében az elmúlt években folyamatosan nőtt azoknak a fiataloknak a száma, akik a szakképzést választották. Ez a tendencia nagyjából 10%-os emelkedést jelent minden esztendőben. A pályaorientációs kalandőrület eredmény hirdetésén egyébként nem csak a legjobb csapatok számíthatnak ajándékokra, mások mellett televíziónk is külön díjakat ajánlott fel. 16 egyéni sportolót és 6 csapatot díjaztak szerdán Bonyhádon. Az elismertek között voltak atléták, azaz magasugrók és rúdugrók, futók, valamint úszók, karatésok és sportlövészek is. Így 2022-ben 22-en kapták meg az év bonyhádi sportolója címet. Az év során kiemelkedő teljesítményt nyújtott sportolókat díjazták szerdán Bonyhádon. A völcségi városban már több éves hagyomány, hogy évvégén a helyi sportolók vagy a településen működő sportegyesületek tagjainak munkáját ismeri el az önkormányzat. Illés Dóra a karatéban jeleskedett. Már több mint 10 éve üzem ezt a sportágat. Nemrég volt, hogy a 10. éve töltöttem ott abban az edzőteremben a napjaim végét, és idén is sikerült kijutnom az országos diákolimpiára, ahol 2. helyezést értem el. És úgy, mint tavaly részt vettünk idén is a Debrecenben megrendezett országos, illetve nemzetközi karateversenyen, ahol szintén 2. helyezést értem el. Sági Kristóf a parakarate egyik ígéretes növendéke. Egy éve kezdett el foglalkozni a sportággal, és már most kiváló eredményeket szerzett. Afrika kupán egy egyéni első helyezett, csoportban is egy első helyezett, és edzővel egy 2. helyezett. Értem el. Nyáron Szekszárdon a világbajnokságon egyénibe egy 2. helyezettet, és még 2 versenyen Pesten ugyanúgy egyéniben 2 első helyezést értem el. Filóné Ferenc Ibolya kiemelte, fontosnak tartja, hogy minden évben megköszönje a kimagasló teljesítményt a sportolóknak,
edzőiknek és a családjuknak. Talán mindezt a felsorolást kiegészíti maga a város is, hiszen azokkal a létesítményekkel, amelyeket rendelkezésükre bocsájt a sportolóknak, legyen ők akár csapat, vagy egyéni sportolók, amatőrök, vagy profik, azzal segítjük az önfelkészülésüket. Bízom benne, hogy ez így van, és az önkormányzat, ameddig tehet és ameddig lehetősége lesz, ezeket az infrastruktúrákat olyan szinten biztosítja majd az egyesületek és az egyének számára, amely segíti ezt a felkészülést. 2022-ben összesen 16 egyéni sportolót és 6 csapatot díjaztak a Völgységi Városban. Tolna megye útjain december 14-én 2 sérüléses és 2 anyagi kárral járó baleset történt, közölte csütörtökön a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. Egy autós közlekedett szerda hajnalban az 56-os főúton, a Szekszárdot elkerülő úton a vasúti pályaudvar közelében, amikor a kocsi sofőrje figyelmetlensége miatt letért az útról és nekiütközött egy betonoszlopnak. A balesetben az autó utasa könnyebben sérült meg. Szintén szerdán egy kocsi sofőrje közlekedett az 5601-es számú úton Szálka felől a Tolnai megyeszéke irányába, amikor egy kanyarban nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg sebességét, áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol frontálisan nekiütközött a szemben közlekedő autónak. A balesetet okozó autó sofőrje súlyosan, még utasa és a vétlen kocsi sofőrje könnyebben sérült meg. Egy másik esetben egy teherautó sofőrje feltehetően elaludt, emiatt neki ment a szalagkorlátnak az M9-es autóúton Bogyiszló térségében. A járműszerelvény beborult az útmenti árokba. A sofőrrel szondát fújattak, mely pozitív értéket mutatott, ezért őt további mintavételre előállították. Tamásiban már hagyománynak számít a BSI Futamási csoport jótékonysági eseménye. Az egyesület ezúttal 2 szervezet számára gyűjtött. A nevezőktől, akik egyébként szép számmal vettek részt a programon, többek között tartós élelmiszereket, kutyatápot, fertőtlenítőszereket kértek idén. 3, 2, 1. A BSI Futamási csoport folyamatosan azon munkálkodik, hogy közelebb vigyék a mozgást az emberekhez. Megalakulásuk óta számos jótékonysági futást szerveztek már. Idén sem maradt el az akciójuk, amellyel 2 helyi szervezetet szeretnének támogatni. Volt már olyan év, hogy gyűjtöttünk rászorulóknak, a szociális központ munkatársai nagyon sokat segítenek nekem ebben. Volt már, hogy a Tamásiban nemrégiben létrejött kutyaotthonnak gyűjtöttünk, időseknek, gyerekeknek, kutyusoknak, és most a férjemmel így egymásra néztünk, amikor ezen gondolkoztunk, hogy kinek gyűjtsünk idén, és talán egyszerre mondtuk ki, hogy akár lehetne mind a kettőnek, és miért kéne hiszen választani, és ezért döntöttünk úgy, hogy idén a kutyaotthont is szeretnénk támogatni az általuk kért adományokkal, tehát megkérdeztük tőlük, hogy mik azok, amiket tudunk segíteni, mik azok, amiket elfogadnának. A Tamási és környéke szociális központ munkatársai száraz élelmiszereket, édességet, Mikulás csomagot, ruhákat, plédeket kértek támogatásként a futás résztvevőitől, amelyeket aztán majd eljuttatnak a rászorulóknak. Az akció nem csak a helyieket mozgatja meg, a környékbeli településekről is örömmel jönnek, és vesznek részt a jótékony sporteseményen. Nekem azt mondták a többiek, hogy ennek is megvan egy hangulata, szeretik feltenni a fejlámpát, a kis villogókat, szeretjük kitenni a fényfüzéreket. Én azt gondolom, hogy az ünnepváráshoz valahogy ez is egy kicsit hozzátartozik. Nyilván egész más 25 fokba is napsütésbe futni, ezt most nem tudjuk sajnos megteremteni, de azt gondolom, hogy ennek az adventi időszaknak talán ez is egy kicsit a varázsa, hogy sötét van, hogy esik, hogy hideg van. A jótékonysági futás résztvevőit éremmel is meglepték a szervezők, emellett forró italokkal és egy kis harapnivalóval kínálták őket. Regionális híreink következnek. Gazdaságfejlesztési siker, 1 milliárdos hitelből vesz telket a pécsi önkormányzat. Összegyűlt az adomány a kárpátaljai gyerekeknek, óvodát támogatnak a civilek és a Caritas. Ellenszere még nincs, óvintézkedések kellenek, Somogyban is megtesznek mindent az afrikai sertéspestis ellen. Az elmúlt 3 évtized legnagyobb gazdaságfejlesztési sikerének nevezte a gazdasági alpolgármester, hogy telket vásárol és ipari parkot alakít ki azon a pécsi önkormányzat. A kiszemelt terület a volt Áper-1-es laktanyához tartozik. A milliárdos vételárat hitelből fedeznék, amit éles kritikával fogadtak a polgári oldalon a városi közgyűlésben.
Romos elhagyott épületek, így néz ki jelenleg az egykori Áper 1-es laktanya Pécsen. Ennek a területnek egy részét, mintegy 23 hektárt akar megvenni az önkormányzat, hogy ipari parkot alakítson ki. Ez az előterjesztés is szerepelt a pécsi közgyűlés szerdai rendkívüli ülésén. Egy egybefüggő 20 hektár feletti nagyságú területre kell bővülnünk. Ugye azt jelenti, hogy nagyon fontos a földmunkaköltségek alapján, hogy ez lehetőleg minél síkabb legyen, tehát magyarul több milliárdi földmunkát tudjunk elkerülni ebben a tekintetben, illetve a közművek ugye már előkészítettségben kint legyenek. Ugye ez azt jelenti, hogy ezen a területen ugye ezek fennállnak. Ezzel indokolta a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester, miért ezt a telket szemelték ki. Ruzsa Csaba szerint az elmúlt 30 év legnagyobb és legjobb gazdaságfejlesztési üzlete az ingatlanvásárlás. Azonban az üzletet egy milliárdos hitelből akarják lebonyolítani, amit kifogásoltak a polgári oldalon. Egy milliárd forintos hitellel akarják a pécsieket beterhelni, amit nyilvánvalóan majd nekünk közösen kell kifizetnünk az adóbevételeinkből. Ráadásul nem is az egészet veszi most vissza az önkormányzat a szándék szerint, hanem a területnek csak az egyharmadát, ráadásul lemond 300 millió forintnyi adókövetelésről. Én azt gondolom, hogy ez semmiképpen sem tekinthető egy sikernek, pláne nem az elmúlt 30 év legnagyobb gazdaságfejlesztési sikerének. A terület tulajdonosa nem fizetett helyi adót az Áper után, ezért gyűlt össze több százmilliós köztartozása. Ezt kihasználva indult csődeljárás, majd született meg a vásárlás terve hitelből. Ezt akarják most sikerként eladni, ami jól jellemzi a baloldali város vezetés képességeit, mondja a Fidesz frakció vezetője. Alkalmatlan a jelenlegi városvezetés, hogy Pécset valóban egy meghatározó, a Dél-Dunántúl jelentős gazdasági központjává emelje. Sőt, azt látjuk, hogy ehelyett éppen ellenkezőleg újabb és újabb hitelekkel adósítják el a várost, és kormányozzák a csőd felé, hiszen összességében 3 év alatt már 10 milliárdnyi hitelfelvételről döntöttek. Nyilván ezt majd utánuk az itt maradó pécsiek fogják visszafizetni. Ennek ellenére elfogadta a baloldali többség a laktanya egy részének megvásárlását. Az ingatlan még 2006-ban került az államtól a város tulajdonába. Majd a szocialista városvezetés eladta a laktanyát is egy ingatlan csomag részeként 2008-ban. Azóta a tulajdonos nem kezdett semmit vele, nem fizette utána az adókötelezettségeit. Most egy milliárdos hitelből visszavásárolják tőle. Azonban jelenleg csak elképzelések vannak arra, hogyan és miből építenének ki itt ipari parkot, derült ki a közgyűlésen. Összegyűlt az adomány a kárpátaljai óvodának. A Pécsett működő civil közösségi szolgáltató központ és a katolikus Karitász Baranya megyében szervezte meg az aknaszlatinai Szent Anna óvoda részére a gyűjtést karácsonyra, mely egy országos kezdeményezés részeként jött létre a miniszterelnökség támogatásával. A novemberben kezdődött jótékony gyűjtés mintegy hónap alatt elérte célját. Rengeteg adomány érkezett az eredetileg országos adventi adománygyűjtési akció során. Baranya megyében az aknaszlatinai Szent Anna óvoda részére gyűjtöttek civilek, magánszemélyek, cégek, szervezetek. A gyűjtést itt a civil közösségi szolgáltató központ és a Baranya megyei katolikus karitás szervezte. A gyerekek számára kéréseket is teljesítettünk, azaz minden gyerek leírhatta egy ilyen kis rajzban, meg tenyérlenyomat mellé odaírva megkaptuk a gyerekeknek az álmait, hogy mire volna szükségük, mit szeretnének megkapni karácsonyra, és ezeket az álmokat teljesítettük, a felnőttek részére pedig ugye kor és nem szerint összeállítottunk egy-egy személyre szóló cipős doboz ajándékot. Az országos akció keretében összesen 400 csomag indulhatott útnak 23 különböző településre. A Baranya megyei katolikus Karitász a pénzadomány gyűjtötte. Volt pénzgyűjtésünk is, ami szintén szerintem elég jól sikerült ahhoz képest, hogy ugye itt most gyűjtésdömping van itt karácsony előtt. 132 000 forint gyűlt össze a Katolikus Karitász alapítványnak a számláján, amit a
a Caritas igazgatója még 10.000 forinttal megtoldott, mert ugye levonnak az utalásnál pénzt, hogy ne kapjanak kevesebbet, mint amennyit összegyűjtöttünk. Baranya megyében összesen 80. A gyermekek és gondozók számára személyre szólóan összeállított csomag, gyermekjátékok, biciklik és jó minőségű gyerekruha gyűlt össze. Ezek már eljutottak az aknaszlatinai Szent Anna óvodába. Ezen felül egy baranyai cég felajánlásának köszönhetően két rossz állapotú nyílászárót is ki tudnak majd cserélni, ami a jelenlegi helyzetben sokat jelent az óvoda számára. A további adomány december 23-án kapják meg a gyerekek. Az országos adventi adománygyűjtést a kárpátaljai óvodák, iskolák, gyermekotthonok számára a miniszterelnökség, a civil központok hálózata és a Katolikus Karitás szervezte és támogatta. Súlyos gazdasági következményekkel járna, ha a Somogyban is megjelenne az afrikai sertéspest is. A vírus 2018 óta van jelen hazánkban, és mivel egyelőre nincs rá gyógymód, se oltóanyag, kizárólag megelőzéssel lehet tenni ellene. Van egy lábfertőtlenítőnk, ebben egy kicsit meg kéne mártani a cipőt, csak éppen, hogy a talpát, úgy. És akkor adok neked ilyen kis helyes papucsokat, ezt légy szíves húzva. Megfelelő fertőtlenítőszer, védőöltözék és az általános állategészségügyi előírások betartásával igyekeznek távol tartani ettől a szőke mangalica farmtól az afrikai sertéspestist. A családi vállalkozás augusztus elején költözött ide Újvárfalva határába. A 80 fős állományt jelenleg 50 tenyészkoca, kismalac, sültő, hízó és tenyészkan alkotja. Miután a sertéseket szabadon tartják, az új terület kialakítása során kiemelten figyeltek a sertéspestisre vonatkozó kockázatcsökkentő intézkedésekre is. Amint láthatjátok, hogy a telep körbe van kerítve, a jogszabályban, ha jól tudom, akkor fél méteres távolság az, amit előírnak. Nálunk 3 méter ez a távolság. Az állatok belül is villanypásztorral vannak körülvéve, valamint a külső kerítésen is van kívül egy villanypásztor, hogy próbáljuk megakadályozni azt, hogy bejussanak akár a vaddisznó, vagy ami problémát okozhat. Bágyadság, bőrpír, a fül és lábvégek elhalása, ami miatt az állat nem képes felkelni. Ezek a legjellemzőbb tünetei az afrikai sertéspestisnek, amire egyelőre nincs ellenszer. Elméletileg a rákcsárók és a madarak is tudják terjeszteni ezt a vírust, ami az emberre nem veszélyes ugyan, viszont ahol felüti a fejét, ott a teljes állományt fel kell számolni. Kulcsfontosságú szerepe van a megelőzésben a megfelelő abrak megválasztásának is. Tilos például az állati eredetű élelmiszer hulladékot tartalmazó muslék etetése, a zöld takarmányt pedig amennyire csak lehet kerülni kell. Az afrikai sertéspest is hazánkat 2018-ban érte el, azóta is csak vaddisznókban mutatták ki. A kor felbukkanásának hírére az ország legjelentősebb sertésimportőrei sorra tiltották ki a magyar disznóhúst és a belőlük készült termékeket, ami csak tavaly legkevesebb 40-45 milliárd forintnyi árbevétel kiesést eredményezett az ágazatnak. Ha vaddisznókban, Somogy megyében is megállapításra kerülne a vírus, akkor ugyanúgy Somogy megy és a fertőzött területek közé kerülne besorolásra, ennek minden következményével, tehát egyrészt a vaddisznókkal kapcsolatban is, itt már akkor tilos a vaddisznó vadászat, illetve tilos a kilőtt vaddisznók felhasználása, illetve nagyon fontos, hogy a fertőzött terület maga után mondja, hogy fertőzött területről származó házi sertések is bizonyos korlátozások lépnek életbe, mind európai kereskedelemmel kapcsolatban, mind harmadik országos felirányuló kereskedelemmel kapcsolatban. Tehát nagyon fontos közös érdeke a Somogy megyéjeknek, hogy ne kerüljön megállapításra az afrikai sertéspest is ott. Magyarországon jelenleg 10 megyét érint az afrikai sertéspest is. Legfertőzöttebb területek továbbra is az északi ország részben találhatók. Ezekben a megyékben még a házi disznóvágásokat is be kell jelenteni a járási hivatalnak a tervezett időpont előtt 48 órával. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Nehezen indult el az érdemi munka, az ÉSZ frakció hátráltatta az év utolsó közgyűlését. Pályaorientációs kalandőrület, Tolna és Baranya megyéből is neveztek diákcsapatok. Díjazták a sportolókat Bonyhádon, 16 egyéni versenyző és 6 csapat kapott elismerést. Aktív jótékonykodás, nevezési díjként adományt kértek a futóktól Tamásiban.
Pénteken is erősen felhős égbolt lesz jellemző szerte az országban. Délelőtt, keleten még sokfelé fog esni tartós eső, miközben a nyugati és középső országrészben nagyobb részt megszűnik a csapadék. Délutánra országszerte borongós égbolt és elszórtan eleredő záporok várhatók. Az esti órákban északi széllel érkező hideg front hatására nyugaton, északnyugaton, a szorványos csapadékban már megjelenhet a havas eső, hó is. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, és keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!